visszautaljak az előző előadásokra, hogy ugye ez nem egy családi vállalkozás, és bár fiatalok voltunk, amikor elkezdtük, de akkor még nem volt ilyen startup kultúra, vagy nem volt ez a szó se talán. És azért két dolog így kikívánkozik belőlem, az egyik az az, hogy vajon ez az értékrend, oké, hogy 20 ezernél, 200 ezernél, meg 2 milliónál is megáll, de mondjuk 2000 milliárdnál is megáll-e. Tehát, hogy én azt tapasztaltam, és ez a saját életemben egy személyes tapasztalat is, hogy van egy bizonyos szint, amit már nagyon nehéz átugrani. És hogy az tök jó fejnek számít az, hogyha egy sikeres vállalkozó vagy, és Magyarországon építkezel, és akkor egyre inkább bevesznek egy ilyen sikerkörnyezetbe, és ez egy ilyen jópofa dolog, hogy tolnak előre, hogy végre van egy példa, akit lehet követni. És utána, ha ezen túlmész egy bizonyos ugráson, akkor már nem leszel jó fej. Tehát, hogyha nálatok egyszer kinő egy új Facebook, akkor mindenki arra fog emlékezni, nem is volt ez olyan jó csávó. Tehát, hogy persze addig, amíg közöttünk van, addig az, de utána, amikor átugrik egy kvantumot, akkor már nem számít olyan jó srácnak. És Bill Gates is valamikor jó fejnek számított Amerikában, utána meg ő lett maga a gonosz, és ugye Steve Jobs-zal is el lehet ezt a sztorit mondani. És szerintem ez egy ilyen fontos dolog ma Magyarországon, hogy a startup kultúra erősödik, és nagyon nyomni kell, én is abszolút híve vagyok ennek, de majd akkor figyeljünk erre nagyon oda ezekre az értékekre, amikor valaki tényleg tud egy nagyon nagyot ugrani, hogy akkor is ne magyarkodjuk el ezt az oldalát. Tehát, hogy ne kezdjük el megkeresni, hogy miért problémás ez, vagy miért nem úgy is, miért sem, mégsem olyan jó. És akkor családi vállalkozásokra is mondjuk, ott én meg azt látom, hogy van mensók lettek. Tehát, hogy a 90-es évek elején nem volt más lehetőség igazából, mint van mensókat építeni, ami ugye gyakorlatilag nem egy ilyen eredeti alapításból indult, hanem valaminek a továbbviteléből, és ugye nyilván ezeket nagyon helyesen mondtad, hogy most már ugye 60-70 évesek, vagy talán Gergő mondta, és ugye egy generációváltás van, és hogy erre vajon mennyire van felkészülve a mi társadalmunk, ami még a demokráciát csak 25 éve próbálgatja, hogy ezeket a generációváltozásokat megcsinálja, és hogy mennyire jó kombináció lenne ez a két dolog együtt, hogy FIVOSZ meg családi vállalkozások, hogy ez a fiatalokat rákészíteni egyfajta ilyen vállalkozási képességre, mert ezt papa nem fogja tudni megcsinálni szerintem. Tehát, hogy egy one-man show-ban nem lehet társas vállalkozást építeni, vagy háttérbe vonulni. És ez szerintem külföldön sem ilyen egyszerű. Tehát, hogy nekem volt szerencsém részt venni egy nagy nemzetközi tanácsadó cégnek egy ilyen versenyén, ahol nagy vállalatok voltak, igazán nagy vállalatok, és volt egy srác, akivel beszélgettem, akinek az édesapja pont most adta át a vállalatot, ez egy 5 milliárd eurós vállalat, körülbelül 5000 fővel, és kérdeztem, hogy és Kitzbühelben van, sőt nem is, hanem mindegy, valahol Kitzbühel mellett valami kis faluban van a központja, és kérdeztem, és milyen? Hát figyelj, előtte 12 évet éltem New Yorkba, szerinted? Tehát, hogy azt gondolná az ember, hogy azért beleülni a tutiba nem olyan nagyon rossz, de azért ez azért nem olyan nagyon evidens. És mi is, ezt most csak azért vezettem így elő, mert mi a 15 éve alatt a vállalkozásunknak ezek között, a kétségek között vergődtünk, hogy alapvetően te, mint részvényes tulajdonos, meg mint fiatal egyetemista, hogyan tudod ezt az egészet sikerre vinni, mi a célod vele, mit akarsz belőle csinálni egyáltalán. Úgyhogy amikor mi ezt az egészet elindítottuk, akkor alapvetően nem volt vele semmi célunk. Tehát mármint, hogy persze akartunk egy jó üzletet csinálni, és akartuk, hogy ez sikeres legyen, mert ez fontos volt egy egyetemistának, mi ugye közvetlenül a középiskola után alapítottuk a céget, de az inkább a fun faktor volt erős, és a kísérletezés jellege volt erős, mint sem az, hogy ilyen tudatos cégépítésbe kezdtünk volna. Mi alapvetően azon dolgoztunk az IND-nél, hogy hogyan tudunk teljesen másképp megközelíteni egy amúgy rendkívül unalmas szakmát. Ugye mi internetbankokat fejlesztettünk, ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy kizárólag banki ügyfeleink voltak. Ugye a bankolás az nem tartozik az emberek leginkább élményközpontú tevékenysége közé, és mi pedig azt a feladatot tűztük ki magunknak, hogy hogyan lehet ebből érdekes dolgot csinálni.
Ugye mi nem gondoltuk, hogy ez igazán izgalmas lesz ettől, de azért arra nagyon hamar rájöttünk, hogy bizonyos dolgok frusztrálják az embereket, és mégis meg kell csinálni. És a bankok mai napig úgy gondolkodnak, hogy vannak termékek, bankkártya, hitel, és így tovább, és így tovább. Az emberek meg nem így gondolkodnak, tehát hogy nem az van, hogy de jó lenne már egy jó kis hitel. Ez az egy ritkán fordul elő álmainkban, vagy az is, hogy hú, milyen jó lenne már egy másik bankkártya. Tehát alapvetően az van, hogy élethelyzeteink vannak, amihez tartoznak pénzügyi implikációk, mondjuk szeretnénk egy új házat, vagy venni egy új autót, és mi ezt a gondolkodást akartuk megváltoztatni, és azt mondtuk, hogy menjünk közel az ügyfélhez, szakadjunk el attól, ami a bankolás maga, ezt a szakmát egyáltalán hagyjuk ki az egészből, és az egészet próbáljuk meg egy ügyfélélmény alapú dologgá tenni. Ezt az egészet egy ilyen frustration framework modellel próbáltuk meg kialakítani, majd azt jelentett, hogy azt vizsgáltuk, hogy mi az, ami az embereket frusztrálja igazán a bankolásba, és ez a legjobb példám erre a repülés, ami az egyik legfrusztrálóbb dolog. Mert ugye állandóan valamivel zaklatnak. Tehát, hogy először nem találsz parkolóhelyet, vagy mit tudom én, csak 5 percig lehetsz bent egy bizonyos zónába, utána be kell menned, akkor sorba kell állni azért, hogy megkérdezze valaki, hogy tényleg arra a járatra szól-e a jegyed. Utána át kell menni egy security-n, az a legbizarabb része, tehát hogy mindent le kell venned, és még sose láttál olyat, hogy valakitől elvettek volna egy pisztolyt, tehát hogy ez egy ilyen áll biztonságérzetet adó történet. Utána még egyszer ugyanaz az ember, aki az elején megkérdezte, hogy arra járatra szól a jegyed, megint megszólít, hogy arra járatra szól a jegyed. És utána, amikor belépsz a repülőbe, akkor még egyszer ugyanaz az ember megkérdezi, hogy biztos erre a járatra szól a jegyed. Tehát, hogy végigmész egy ilyen nagyon erős frusztráción, és alig várod, hogy az egész közeget elhagyd, és alapvetően ez mégis egy olyan iparág, amire úgy gondolunk, hogy luxus. Tehát, hogy fent tudják tartani magukban ezt a látszatot. És a bank az gyakorlatilag ugyanez a szakma, és mi erre próbáltunk meg különböző modelleket kidolgozni, hogy hogyan lehet ezzel előre menni. 6 olyan ilyen kis segédtört mondatot hoztam magammal, vagy kifejezést, amivel mi próbáltuk ezt az egész agilitást behozni a saját szakmánkba, és ez igazából csak minták arra, hogy a mi történetünkben hogyan alakultak ki experimentálisan azok az eszközök, amivel gyorsítani próbáltuk a saját fejlődésünket. Az egyik volt ez a, ugye mi egy egyetemistákból álló cég voltunk, tehát mondjuk nem sok energiát fordítottunk arra, hogy a Six Sigma-t bevezessük, vagy egyáltalán különböző processzorientált modellekben próbáljuk meg a programozást értelmezni. Nagyon hamar rájöttünk arra, hogy alapvetően nálunk egy nagyon egyszerű modell kell egy ötlet, és azt az ötletet a lehető leggyorsabban ki kell próbálni. És ez az, amit mi rapid prototypingnak hívtunk. Semmi másról nem szólt a történet, bárki bejött bármilyen újabb elképzeléssel, akkor ezt megpróbáltuk a lehető legegyszerűbb módon demózni. Tehát úgy, hogy egy használható demo változatot tudjunk belőle csinálni. Ezt később intézményesítettük, és akkor lett belőle egy ilyen laboratóri, akik az ötletekkel feljöttek, és azokat próbáltuk meg demózni, és így tovább, és így tovább. Ezt csak azért raktam be, hogy legyen egy szakáll nélkül kép is rólam. De alapvetően az egy nagyon fontos része volt az egész cégkultúrának, hogy az emberek DNS-ébe benne legyen az, hogy minden újítási ötlettel lehet jönni. Másik ilyen dolog, hogy minél nagyobb céggé váltunk, egyre inkább éreztük azt a belső versenyt, meg belső kényszert az emberekbe, hogy nem az attól vált valaki igazán jó szakemberré, hogy meg tudott oldani egy problémát, hanem meg tudta mondani, hogy ezt miért nem lehet megoldani. És aki már legalább 10 ilyet tudott mondani egy megbeszélésen, az már szinte híró volt. Tehát, hogy ők voltak a demigod kategóriában. És ezért nagyon, ez egy idő után rendkívül idegesítő dolog, mert nem halad előre a történet, mindenkinek van egy jó ötlete, hogy miért nem megy ez. És ezek, mi minden tárgyalóba beraktunk egy ilyen klasszikus portás csengőt, amit akkor kellett megnyomni, ha valaki azt mondta, hogy ez nem lehet, ez így nem lehet megoldani. Akkor kellett szünetet tartani, csengő lenyom, és el kellett gondolkodni, hogy mi lesz ebből. Ugye ezt szintén említettem valamennyire, hogy mi,
mi nagyon büszkék voltunk arra, hogy motiváljuk az embereket arra, hogy hibázzanak. Tehát, hogy nem az volt a cél, hogy rosszat csináljanak, hanem egyszerűen az, hogy a hiba az velejárója a munkánknak, és inkább csináljunk egy sok hibás dolgot, és tudjuk és érzékeljük, hogy ebből hova megyünk előre, mint hogy kidolgozzunk olyan rendkívül bonyolult belső processzeket, meg workflow-kat, ami azt próbálja elkerülni, hogy valaki is hibázzon. Nem akartunk energiát fordítani arra, hogy belső rendszereket építsünk, sokkal inkább arra, hogy az emberek a saját hibáikból tanuljanak, és mi meg olyan ösztönző közeget hozzunk létre, ami az emberek hibáit elfogadtatja a többiekkel. Ugye ez egy nagyon érdekes mondása, ugye Fordnak is, meg Edisonnak is, hogy mind a ketten nagyon hittek abba, hogy sokat hibázni azt abszolút lehet. Ami ugye a Lean Startup az egy nagyon érdekes könyv, minket is elég sok mindenben motivált. Az egyik legérdekesebb dolga az, hogy hogyan változtatja meg alapvetően a digitális közeg a mi világunkat. És alapvetően ma az van, hogy lehet egy cég, mondjuk a Microsoft, 84, ugye? 31 éves? Vagy hogy? 74? Húha. 41 éves háttérrel, az most már egy elég komoly legacy, és ez alatt kifejlesztett egy office-t, ami mondjuk, mit tudom én, néhány százmillió kódsor körülbelül, nem? És ma vannak gyerekek, akiknek csak 2000 dollár van a zsebébe, és tud egy jobbat csinálni. Egyszerűen a világ annyira megváltozott, hogy ez a hagyaték, ami egy nagyon hosszú folyamat alatt épült fel, és nagyon sok év innovációs eredménye került bele, az nagyon könnyen replikálható. És a bankok is alapvetően, mi ugye nyilván ebbe a közegbe voltunk, ezt kell, hogy felismerjék, hogy nem az van, hogy azért, mert a regulatori környezet az nagyon bonyolult, ettől az egész szakma nagyon bonyolult, hanem jönnek olyan szereplők, akik az egészet átugorják egy nagyon egyszerű dologgal. Ugye az én példám az szintén egy magyar startup, nem tudom, ki hallott róla, a Sold. Ez az egyik legjobb ilyen életszerű példa, hogy mindenki tele van otthon fölösleges kütyükkel. Mindenkinek van X Nokia-ja, bocsánat, azok Microsoft, ez nem, az mindegy. Szóval Ericssonja, meg mindenféle egyéb készüléke, ami valamennyi értéket képvisel, vagy mondjuk három digitális fényképezője biztos mindenkinek van otthon, amit már nem használ. És X ilyen dolog van, de mégse rakjuk fel az eBay-re, azok se, akik egyébként rendszeresen vásárolnak az eBay-en. Azért nem, mert van egy frusztrációs pont, hogy hát ezt tudni kéne, hogy mennyiért kéne eladni, most akkor be kéne csomagolni, elvinni a postára, minden. Egy csomó ilyen dolog van vele, ami nem a mindennapjaid része. És ezek a srácok csináltak egy olyan startupot, aminek annyi volt a lényeg, hogy lefotóztad, a fotót elküldted, és visszajött egy ár, hogy ha rányomtál a gombra, hogy 712 dollár sold, akkor küldtek egy csomagot, amiben az pont belefért, fel volt címkézve, és rajta volt a bélyeg, és elvitte a postás. És ez mondjuk sajnos nem élt sokáig ez a startup, mert 5 hónap után felvásárolták, és el is dugták valahova, de alapvetően ez egy nagyon, nagyon jellemző ötlet arra, hogy hogyan változtatja meg a világunkat, a gondolkodásunkat egy olyan óriás cégnek akár a lassúsága, mint amilyen az eBay. Ugye ez a másik ilyen érdekes történet, az innovátorok dilemmája, hogy alapvetően nagy multicégek rengeteg energiát költenek arra, meg pénzt, hogy innovatívak legyenek. Nálunk is ez van most a MySys-ban, hogy új szlogen van. Connect, Innovate, Expand. És azért van benne az Innovate, mert az a marketingesek azt mondták, hogy azért az innovációnak azért benne kell lennie, mert az azért jól hangzik. De hát alapvetően attól, hogy sok marketingpénzt költünk el rá, ez nem lesz olyan igazán innovatív. Az egyik kedvenc példám az, hogy van egy olyan cég, hogy GoPro, biztos sokan hallottatok róla. Elég béna kamerákat fel lehet szerelni egy bukósisak tetejére, amit atomantinak néz ki mindenki a sípáján, vagy bármilyen közegben. És az igazi kérdés nem az, hogy ez miért sikeres, ennek is lehetne azért egy ilyen analitikája, hogy ezt pontosan miért is akarják az emberek nézni, hogy ők mit látnak, de
De az igazi kérdés az az, hogy miért nem úgy hívják, hogy Sony? Vagy miért nem úgy hívják, hogy Canon, vagy Kodak? A Kodak már tönkre is ment azóta. Ezeknek a cégeknek, mindegyiknek egyenként megvolt sokkal jobb technológiája, mint ami ma a GoPro-ban van építve, és sokkal több pénzük is volt, és ami még durvább, hogy biztos, hogy volt valaki, aki bement egy igazgatóságira, és azt mondta, hogy figyeljetek, szerintem ilyen sport activity kamerákat kéne csinálni. És azt mondták a nagyon okos menedzserek, hogy adjál már, tavaly is jöttél egy ilyen ötlettel, megint gyártunk valami 50 ezer darabot, és nem lesz belőle semmi. És alapvetően az innovátorok dilemmája is arról szól, hogy a nagy cégekkel nem hibáznak, mindent úgy csinálnak, ahogy kell, és aztán mégse jön össze. Tehát tényleg költenek innovációra, tényleg foglalkoznak vele, hogy a market trendeket kövessék, tényleg próbálnak élen járni ezekbe a dolgokba, és mégsem így van. És ez ad igazából lehetőséget arra, hogy igazán komoly disztrupciót csináljunk bármilyen területen. Hogy bankokat is lehet, hogy olyan világunk lesz, amiben nem lesznek bankok, vagy a bankok itt teljesen más pozíciót fognak betölteni. Alapvetően ezek voltak azok a pontok, amivel én így szerettem volna elmesélni a saját történetünket, és akkor a személyes oldaláról meg nagyon szívesen veszem, hogyha kérdeztek, meg szívesen beszélek is róla, mert tényleg egy éve volt a tranzakció, és azóta így drasztikusan megváltozott az életünk.